Alexander Vučić a McAllisterrel közösen tartott sajtótájékoztatón elmondta, október 10-én lesz a 2000 napja annak, hogy nem alakult meg a szerb községek közössége Koszovón. Ez volt Pristina egyetlen kötelessége a brüsszeli megállapodás szerint, és nem valósították meg, míg Szerbia minden kötelességét teljesítette, hangsúlyozta. Kiemelte, nem tudja, mit vár az EU Szerbiától. Rekoszom, meg a pojma nem Stányi, hogy a Kalisztorúdi a van, hogy a da ništa ne razumem šta je to što se očekuje, pošto im je valjda jasno da Srbija ovako, kako bi oni volali, neće da prizna nezavisnost Kosova i mogu da uzmu tri motke da me mlate po glavi, ja to nikad neću da prihvatim. Tako da ne razumem šta je to što misle, ali sasvim svejedno, mi smo spremni da razgovore nastavimo i uveren sam da uvek i u svakom trenutku dialog moramo da pretpostavimo svakoj vrsti A Alexander Vučić az Európai Uniós csatlakozási folyamattal kapcsolatban azt mondta, Szerbia stabilan áll az EU-s integráció útján, ezt David McAllister is megerősítette. Srbija je na pravom putu. Nekoliko poglavlja su tehnički spremna za otvaranje i ja se iskreno nadam da ona mogu da budu otvorena na međuvladinoj konferenciji 10. decembra u Briselu. To ne zavisi od mene, već od država članica, ali i kao izvestilac mogu da kažem što više poglavlja bude otvoreno, tim bolje, jer će to biti ohrabrujući signal za Srbiju da nastavi sa reformama. Az Európai Parlament tisztában van a vitával, amely a Szerbia és Koszovó közötti határ lehetséges módosítására vonatkozik, a terület cserét is beleértve, tette hozzá a jelentéstevő. Kiemelte, az EP Koszovó és Szerbia multietnikumú természete mellett áll ki, és a régióban nem kellene arra törekedni, hogy etnikailag homogén államokat alakítsanak ki.